Sok szerettel. Ó, nagyon köszönöm. És a Papagájmentő Alapítvány, ez a feleségemnek a történetem. Igen, látnálok a tévében sokszor. Tudom. A Retro Rádió reggeli műsora költözött Győrbe csütörtök reggel. A műsorvezetőket dr. Dézsi Csaba András polgármester is meglepte. Kaptak például bögrét és poharat is. A Retro Rádió érkezett ide reggeli műsorral, ami nagyon jó dolog, hiszen felpezsdíti Győr városának az életét. Szeretik ezt a rádiót az emberek a Győr Plusz Rádió mellett hallgatni, és ez jó dolog, nagyon jó fejek a műsorvezetők. A Városház téren nagy tömeg gyűlt össze, hiszen a műsornak rengeteg rajongója van. A városvezető az ajándéktárgyak mellett némi szomjoltóval is ellátta a vendégeket. Polgármester Bora. Na, és arról mit kell tudni? Hát ezt nem tudom, mert azért sokat nem szoktam inni, de tudom. Ja, nagyon szoktak örülni ennek az ajándéknak. Azt el kell húzni. A polgármester szerint az ehhez hasonló rádiós kitelepülések jót tesznek a város amúgy is pezsgő életének. Úgy gondolom, hogy ez Győr városában megint egy olyan színes reggeli délelőtti esemény, ami kicsit felpezsíti a városnak az életét, és ez jó dolog, tehát minél szélesebb, minél többen megtalálják benne a szórakozásukat, az jó dolog. Az ajándékozást pedig a közös fotózkodás és pózolás zárta.